A nevünk a másik nagyon fontos része az életünknek, hiszen a nevünkben hatnak a mással hangzók és a magánhangzók. Az egyik a belső tulajdonságunkat, a másik pedig a külső tulajdonságunkat fogja nekünk megadni. Én úgy is szoktam vele dolgozni, hogy a családnevet és a keresztnevet nézem külön-külön, illetve nézem ugye a mással hangzókat, illetve a magánhangzókat, majd aztán az összetett névszámot. Az összetett névszámnál is nagyon fontos, hogy és mindegyiknél, hogy a kétjegyű számokat figyeljük, ne csak az egyjegyű számokat. Tehát a külső, belső tulajdonságunkat fogja megadni, milyenek vagyunk is mi magunk valójában, milyennek látnak bennünket mások, milyenek az önértékelésünk, illetve arra is táppontot ad, hogy milyen olyan negatív tulajdonságaink vannak, amik jó lenne, hogyha életünk során egy kicsikét kidolgoznánk. A névváltoztatásról szeretnék még itt beszélni, ugyanis amikor nevet változtatunk, azért mert mondjuk nevelőapukánk lett, vagy a születésünkkor kaptunk egy nevet, de utána megváltoztattuk, vagy ugye amikor a férjezett nevünket vesszük fel, vagy a férjünk családnevét, ezzel tulajdonképpen egy kicsikét meg is változtatjuk az életünket, vagy az életünkre ható energiákat, ezért nagyon fontos, hogy ott a külső, belső te és az összetett te számokat nézzünk, ezt számmisztikában így nevezzük, hiszen megnézhetjük, hogy mi az, ami előtte és mi az, ami utána hatott ránk. Van, amikor ugyanaz az erő, akkor ugyanaz a feladat, de van, amikor eltérő erők, és ezt nagyon szépen le lehet ebből vezetni, hogyha ezeket egymásra vetítjük, és tulajdonképpen megnézzük ezeket a feladatokat.